Kedves hallgatom, a Tócsapelár FM 88,5-es hullámaszát hallgatod, Rádió Mozaik Sydney, innen Glitzville-ből élőbe megyünk, 98-16, 27-77-es. Aki mindig hozza az anyagot, aki mindig nívót hoz, aki mindig itt van nálunk, az kis Ágnes. Most is elment, persze meseszó egyesülettel együtt, de hát egy csoda dolog fogunk beszámolni. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, kis Ágnes vagyok. A magyar kultúráról szóló sorozatunk mai epizódjában a Meseszó Egyesület által szervezett második Kárpát-medencei ifjú mesemondó találkozóról készítettem egy kis összeállítást, és fontos, hogy legyen utánpótlás, hogy aki utánunk is meséljen a következő nemzedékekben. És aki itt velem szemben ül, az Tekei Erika, aki a Erdélyi Hagyományok Háza Hálózat munkatársa. Hát ez nem lesz jó. És ő is hozott mesemondókat. Mert hogy ugye a Kárpát-medencéről beszélünk. Hány mesemondót hoztál? Honnan jöttetek? Honnan kerültek ezek az ifjú mesemondók? Erről kérdeznélek egy pár szóban. Két mesemondóval jöttem. A Bábesbólyai Tudományegyetem a pedagógus karára járnak az egyetemista lányok, akik velem jöttek most, Marosvásárhelyi tagozatára. Óvónőnek és tanítónőnek készülnek, és decemberben volt egy pedagógus hallgatóknak szóló verseny, a Pedagógus Kihívás címmel, és ennek volt része az élő szavas mesemondás. Mesét kellett mondaniuk a különböző iskolákban gyerekeknek, és hát egy lecke az első és a második helyezett volt ezen a versenyen. Az egyik beszélgető társam Barabás Orsolya Marosvásárhelyről. Akkor egy pár szóval mutasd be magad, légy szíves, hogy egyáltalán hogy kapcsolódsz te a meséhez, ki vagy, mi vagy, ilyesmi. Barabás Orsolya vagyok, 20 éves, most a másodévet végzem a Bábesbolyai Tudományegyetem óvótanítóképző szakán. Én nagyon szerettem gyerekként is hallgatni mesét, és elég régóta, 10 éve a néphagyomány eléggé jelen van az életemben, és néptáncolok, és akkor ehhez kötni a népmesét nagyon könnyű, meg a népdalt, és akkor úgy egyik után jött a másik, olvasgattam, és az első az egyetemhez köthető, az ilyen megmérettetés, ugyanis volt egy pedagógus kihívás, ahol elvállaltam, hogy na én is jelentkezek, és hát meséltem a gyerekeknek, és az nagyon-nagyon-nagyon jó élmény volt. A másik beszélgetőtársam pedig Gébel Dóra Nagybányáról, de ugye te is Marosvásárhelyen tanulsz, úgyhogy akkor egy pár szóval mutasd be magad, meg a mesédet, mit hoztál ide nekünk. Gébel Dóra vagyok, én is 20 éves vagyok, és Orsival évfolyamtársnők vagyunk az egyetemen. Hát én a Dolgos és a Reslány meséjét hoztam. Hát ez az érdekesség ebben, hogy mi ezt a mesét, vagy hogy én ezt a mesét mondtam el a pedagógus kihíváson is, csak akkor nem ezt a változatot mondtam el, hanem egy másikat, és amikor Tekei Erikától megkaptam a könyveket, hogy kiválasszam a mesémet, ami tájegységemből, vagy hogy onnan van, ahonnan a családom származik, Mezőségről, akkor ez volt az első mese, amit először megláttam, és elolvastam, és emlékeztem, hogy nekem ezt már, én már ezt valahol hallottam, hogy ezt valaki már így elmondta nekem, és akkor így eszembe jutott, hogy lehet, hogy a nagyszüleim mondták el így, és akkor muszáj volt ezt elhoznom. A Kárpát-medence másik szeglete Vajdaság, egész pontosan egy kicsi falu, Mohol. Móli Nagy László onnan származik, és az ő nevét ismerjük az iparművészetből. Szóval itt ül velem szemben Bolyi Patyi Sarolta Moholról, és hogy kerültél te ide az ifjú mesemondó találkozóra? Magyarán, hogy kapcsolódsz te a meséhez? Igazából nem vagyok ifjú mesemondó, se mesemondó nem vagyok, se ifjú nem vagyok. Valamikor még a 2000-es évek környékén találkoztam először a mesékkel, mégpedig mesegyűjtés terén, amikor egy kárpát-medencei gyűjtésre került sor, és ekkor sikerült szülőfalunkban, Moholon begyűjteni néhány történetet, és sikerült egy kötetnyi anyagot összegyűjteni, amely a Pipis lámpa fénye című könyvben jelent meg, és emellett óvodapedagógus vagyok. Te inkább a mese hátterét, mondjuk így, hogy a tudományos hátterét műveled, és akkor mi a tapasztalatod az 5-6 éves gyerekekről? Mit lehet mondani, hogy milyen szokásaik vannak már az 5-6 éves gyerekeknek a mesehallgatás terén?
Tehát a kutatás ellen, ami hipotézisen volt, az az volt, hogy a gyerekek inkább a modern mesék felé orientálódtak, és végül nem ez jött ki, hanem igenis nagyon szeretik a népmeséket. Ami a mesehallgatás idejét, vagy a hozzátartozó ritusokat illeti, az általában a csendes pihenő előtti időszak, kisgyerekeknél, illetve az esti időszak, amikor legszívesebben hallgatnak mesét szülőktől. Persze ugye az óvodapedagógus bármikor be tudja csempészni a munkájába, és sokszor azt is tapasztaltam, hogy a mesét egy dal követi, vagy egy dal vezeti be, vagy egy mondóka, tehát nem kimondott csak a mese van jelen, hanem hozzá kapcsolódhat esetleg egy fény, lámpafénye, vagy összekuckózás, összebújás a szülővel, nagyszülővel, tehát a mesemondóval. A Felvidék is a Kárpát-medence része természetesen. Úgyhogy most felvidéki ifjakkal fogok beszélgetni. Az első beszélgetőtársam Henc Anna Fruzsina Bátkáról. Milyen mesét hoztál, hány éves vagy, hogy kerültél így a mesemondás világába? Egy pár szót erről, ha mondanál, légy szíves. Hát a mesémnek a címe A lány, aki nem akart boszorkán lenni. 13 éves vagyok, és hát alsós tagozatos koromba kezdtem el mesélni, hát úgy másodikos korom óta, és hát nem is tudom, itt mondjak még. Hát engem például nem az osztályfőnököm szokott felkészíteni, vagy a magyar tanárom, hanem a édesanya, anyuka. Akit mindjárt megszólaltatunk majd. Igen. Igen. Szóval, hát így röviden ennyi. Köszönöm. Marek Patricia fülekről, a te mesédről is érdeklődnék meg. Te hogy kerültél a mesemondás világába? Én a Három öregasszony című mesét meséltem el ma. Én úgy kerültem a mesemondás világába, hogy Ferenczi Zolda tanárnő beiratott engem mesemondó versenyre, 6. osztályba, és azóta mindig járok mesemondóra, és így kerültem, így csöpettem bele ebbe a világba. Pedig az eredeti foglalkozásodnak ehhez semmi köze. Akkor áruld el, hogy mit csinálsz? Én fodrásznő vagyok. De na tessék, a fodrászok. Szeretek mesélni. Úgyhogy ma ez is az én világom. Mind a kettő. Nagyon helyes, köszönöm. Bobak Melissa Csákányházáról jött. Na akkor te mondjál valamit a te mesédről, meg egyáltalán a meseközegedről, légy szíves. Én 18 éves vagyok, és jelenleg óvónőképzőn tanulok, és 7. koromban indultam először a népmesemondó versenyen. Ugye az óviban is a gyerekeknek mesélek elég gyakran. És szeretik a mesédet? Igen. És te is szeretsz a gyerekeknek mesélni? Nekik a legjobban szeretek. Mert hogy? Mert hogy ők a legőszintébb, úgymond, meg a legjobb közönség. Ahogy ők őszintén örülnek, meg várják, izgulnak, hogy mi fog történni, az a legjobb dolog. Meg amikor láttam a szemükbe a csillogást. Nagyszerű, ez a mese lényege. Karvaj Vittorio Negyedfaluból jött, és akkor te is egy pár mondatot a saját mesédről. Hát az én mesém címe a Bölcsöreg ember. Ez a mese egy bölcsöreg emberről szól. Mondod ezt hány évesen? 15. Atya világ. 15 éves vagyok, és kb. Másodikos korom óta járok a népmesemondó versenyekre, és azóta szerencsére már egy párszor volt esélyem eljutni más versenyekre is, fesztiválokra. A tanároknak nagy szerepe van a mesemondás továbbvitelében, illetve a fiatalok kiválasztásában, úgyhogy egy tanárnőt fogok megszólaltatni, Henc Anna Mária Bátkáról, aki egyébként az előbb megszólaló Henc Anna Fruzsinak édesanyja. Úgyhogy te hogy készített fel a fiatalokat, hogy válogatott ki őket? Elsősorban az osztályomból szoktam gyerekeket kiválasztani. Most is Fruzsin kívül még 4 gyereket készítettem mesemondó versenyre. Hál' Istennek mindig akad jelentkező, aki szívesen részt vesz a versenyeken, figyelem a gyerekeket. Nagyon fontos azért az is, hogy időközben megismerjük a gyerekeket, tehát látjuk, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkeznek, és hogyha valamiben van ez a potenciál, vagy ez a plusz, akkor ösztönzöm őket, hogy vágjunk bele és ismerkedjünk egy-egy mesével.
akik itt velem szemben ülnek, három ifjú mesemondó, a Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnáziumból és kollégiumból, de hát ugye nem onnan származtak, úgyhogy kérnék szépen egy bemutatkozást, meg ezen pár szóban nyugodtan rögtön el is mondhatjátok, hogy hogy keveredtetek ti a meséhez. Varga Elmese vagyok, Bugacon lakom, a Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnáziumban tanulok bőrösként. Nagyon szerettem mindig is a meséket hallgatni, most a tanár úrra jöttünk el erre a Mesemondó Fesztiválra, ő hozott el minket, hogy van ez, és hogy van-e kedvünk részt venni, és most így belekóstoltunk a mesemondásba is. Nekünk édesapánk is jár mesét mondani. Amit mesét itt meséltél, azt honnan vetted? Hát én a Pletykás asszonyokat választottam. Én ezt egy Herencsényi mesemondónak a könyvéből választottam. Azért áll hozzám közel, mert én régen nagyon pletykás voltam. És... hát, de már elmúlt. Hát remélem. Tanultam a dolgokból, és hát igen, sok mindenre rámutott ez a mese számomra. Hogy is mondjam? Számunkra is, úgyhogy ez nagyon jó ez. Köszönöm. Marga Mihály, aki az Emese testvére, ugye? Ti testvérek vagytok, Bugacról jöttél akkor te is. A kérdéseim ugyanezek. Kedvenc mesét honnan vetted? Egyébként egy zseniális, nagyon jó mesemondást hallottunk tőled, úgyhogy egy kicsit a mesédről meséljél. Én onnan kezdeném, hogy édesapánk mesemondó is, és otthon alapjáraton már nagyon sokat meséltek nekünk a szüleink. És amikor ő valahova meghívták mesét mondani, akkor mi mindig kisgyerekként mentünk velük. Ezért is aztán erre a mesére esett a választásom, aminek a címe a Mese a feltámadásról. Ez egy tréfás mese, amit igazából ilyen majdhogy nem babakocsis korunk óta nagyon sokszor hallottuk, ezért így azt gondoltam, hogy így elsőnek, amit így közönség előtt elmondok, akkor azt választanám, amit már annyiszor hallottam, és akkor azt nem is kell annyira bemagolni, vagy nem is tudom, hogy mondjam. A tréfásabb mesék azok közelebb állnak a szívemhez. Hát akkor ebben érdemes fejlődni. Köszönöm szépen. Maláci Enikő vagyok, és Jedzőre érkeztem. Fazekasnak tanulok Nádudvaron, és minél jobban így nőttem fel, egyre jobban úgy kezdett el érdekelni a népmese, és aztán pedig utána néztem a Hagyományok Házának, így a képzései között, és ott is megláttam, és nagyon megtetszett, és aztán pedig Beczó Mihály tanárul mondta, hogy van ugye ez a mesemondó találkozó, és akkor gondoltam, hogy megpróbálom, úgyhogy igen. És akkor eljöttél. És akkor Vetró Mihályt kérdezem, aki az iskolának a tanára és kézműves mestere, hogy a kézművesség ezt miért illeszkedik a mese, hogy jött az ötlet, hogy a gyerekek ide eljöjjenek erre a találkozóra? Nálunk azt gondolom, hogy igyekszünk a teljességet megmutatni a fiataloknak, a népi kultúra teljességét, hiszen hogyha belegondolunk, amikor ez hagyományos módon működött egy faluban, akkor ugyanaz az asszony, aki hímzett, vagy szőtt, vagy varta a viseletet, ugyanő énekelte el, ugyanazokat a virágmintákat énekelte ki magából, ugyanazokat a szerelmes gondolatokat, vagy az ember, aki faragott, vagy kosarat kötött, vagy kovácsolt, és megcsinálta a saját magának szükséges dolgokat, ugyanúgy eltáncolta ezeket a gondolatokat, és mondták a mesét. A mesében megjelennek azok a képek, amik egy-egy faragáson, egy-egy hímzésen is láthatóan megjelennek, a mesében ugye szavakba öntve jelennek meg, olyan jelképi szinten. És azt gondolom, hogy ez teljes egészében értelmezhető és érthető meg, és szerintem az a csoda, hogy ezek a fiatalok, akik nálunk tanulnak sok éven keresztül egy kiváló csapatot alkotva, ezt megérzik, ezt az egészséget, ezt a teljességet, tehát nem csak a kezükkel alkotnak, hanem énekelnek, táncolnak. A mese nagyon fontos része az életünknek, én rendszeresen mesélek 20 éve az iskolában. Nem színpadi mesélés, hanem a magyar népmeséken keresztül próbáljuk egymást segíteni, gyógyítani, megbeszélni
egymás saját bajainkat, és azt gondolom, hogy erre óriási szükség van. Ha véletlenül elmarad valamikor a mese, akkor a fiatalok azért követelik. 15-25 év közötti fiatalokról van szó, és ha ne adj Isten, éppen nem tudok ott lenni egy nap, amikor mese következne, akkor számon kérik rajtam, hogy és akkor mikor lesz a mese. Ennek nagyon-nagyon örülök, mert óriási szükség van a mese, a magyar népmesék üzeneteire. A Kárpát-medencei ifjú népmesemondó találkozó kitalálója az Szénási Veronika, Meseszó Egyesületi tag. És akkor Veronika ül velem itt szembe, és arról kérdeznélek téged, hogy egyáltalán hogy jutott eszedbe, hogy kezdted el ezt szervezni, kiket kérdeztél, szóval hogy jött ez az ötlet, hogy egy ilyet csinálj? Az ötletért egy kicsit vissza kell mennünk az időbe, mert 2018-ban volt a Hagyományok Házában egy népmese mondással kapcsolatos konferencia, ahol előadásokat tartottak határon túlról érkező folkloristák, különböző mesemondó műhelyek vezetői. Előadásokat és egy kis vita is kerekedett, beszélgetés, és arra gondoltam már akkor is, hogy milyen jó lenne, hogyha ezek az alkalmak megismétlődnek, és a tapasztalatcserék folytatódnának. És azok a mesemondó versenyek, ahol kiváló eredményeket érnek el a fiatal mesemondó diákok, azoknak a képviselői tudnának találkozni egymással, meg a fiatal mesemondók. Bennem így fogalmazódott meg ez a gondolat, hogy legyen találkozó. És akkor mik a tapasztalataid, sikerült elérni a célt, hogy ők egymás között tartják-e majd a kapcsolatot? Mit gondolsz, van-e erre esély? Hogy majd fognak-e találkozni, vagy hogy online tartják-e a kapcsolatot, azt nem lehet előre megjósolni, de az biztos, hogy most egy olyan impulzus éri őket, hogy hasonszőrű, mesemondó pajtásokkal találkoztak, ami egy életre szól. És talán elegendő ahhoz, hogy ne hagyják abba a mesemondást, és hogy legyen utánpótlás, újabb és újabb ifjú mesemondók maradjanak meg mesemondóknak.